Vizes tájkép, csendélet, kifejező portrék. A teremtett világ csodáinak az ábrázolása a célja Radványi Ildikónak, a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság egykori munkatársának képeiből kedden nyílt kiállítás Nyíregyházán. Radványi Ildikó a megnyitón úgy fogalmazott, azért fordult a művészet felé, mert nyugdíjasként végre azzal foglalkozhat, amivel már gyerekkor óta szeretett volna. A festőtanonc kezdetben pasztelkrétával alkotott, majd később az olaj- és vízfesték felé fordult. Azt festem, ami tetszik. Hál' Istennek, jó Isten nagyon sok szépet teremtett, és én egyre több szépet látok a világból, és ez a festészetnek köszönhető. Az alkotó munkáját Stonovszky Tamás segíti 2 éve. A festőművész egy kiállításon látta először Radványi Ildikó képeit, amelyek egyből megtetszettek neki. Nem adta fel, mert nagyon, nagyon nehéz elkezdeni ilyen ennyi év után, amikor másra foglalkozik az ember és nyugdíjba megy. De ő mégis ezt vállalta, és mindig fel tudott állni, hogyha elkeseredett akkor is, és hát meghozta a gyümölcsét ez a sok-sok kitartás. Ez körülbelül majdnem már 2 éve volt. Hát itt a tálatnál lehet látni, hogy az rengeteg munka van benne, és az út is lassan kezd kikristályosodni. Az igazgatóságnál nem egyedi eset, hogy valaki művészi vonalon próbálja ki magát. Nagy múltja van a munkatársak alkotói tevékenységének. Az elmúlt 65 évben, mióta az igazgatóságunk fennáll, erre szinte mindig volt példa, és legutóbb 2011-ben egy múzeumok éjszakája rendezvényen egy kiállítást szerveztünk a kollégáink, volt kollégáink alkotásaiból. Ennek nagy része az igazgatóságon volt, múzeumban és irodák falán, másrészt a családtagoktól kértük kölcsön, és nagy örömünkre meg is kaptuk. Így aztán egy nagyon szép kiállítás jött össze, és látható, hogy ennek hagyománya van. Ma is aktív kolléganőnk van, aki alkot, és örömünkre Ildikó, Radványi Ildikó is a festészetre adta a fejét. A tárlat május 25-éig díjtalanul megtekinthető a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság földszinti tárgyalótermében.